Még mindig a Kocsonya Fesztiválnál maradva, néhány fontos információ a parkolással és a közlekedéssel kapcsolatban a hétvégi fesztivál idejére. A Kocsonya Fesztivál ideje alatt a március 7-e és 11-e közötti időszakban lezárják a gépkocsi forgalom elől a Kandia utca, valamint a Városháztér 9-11 mögötti köves parkolót. A területen szóló kedvezményes lakossági parkolási engedéllyel a környező utcákban lehet parkolni a Kandia utca esetén, a Dr. Antal József Park Csengei utca Arany János utcán, a Korvin utca Szemere utca közötti szakaszon. A Városháztér 9-11 mögötti köves parkoló esetében a Pátria Szolgáltatóház mögötti területet lehet igénybe venni. A Kocsonya Fesztivál idején jelentősen változik a buszok, villamosok közlekedése Miskolc belvárosában. Csütörtök késő estétől a vasárnapi üzemzárásig a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek, a buszok pedig a villanyrendőrt elkerülve a centrum felé terelt útvonalon közlekednek. A forgalmi változás az autósokat is érinti. A Széchenyi-Korvin utcák kereszteződésénél a centrum irányába a külső forgalmi sávot részlegesen lezárják. Ma még a megszokott rendben zajlott a tömegközlekedés Miskolc belvárosában. Csütörtök éjszakától azonban a Kocsonya Fesztivál miatt jelentős változásokra számíthatnak az utasok. Több buszjárat más útvonalon közlekedik majd, a villamosokat pedig pótlóbuszok váltják fel a fesztivál ideje alatt. Villamospótló autóbusz fog közlekedni a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca megállóhely között, Malomszög utca és Felsőmajlát között pedig fenntartjuk továbbra is a villamos közlekedést. Ebben annyi változás lesz, hogy az egyás és a kettes villamosok nem fognak közlekedni. A kettes villamosok helyett az Úgyűri főtérről induló autóbuszokat lehet majd igénybe venni. A Kocsonya Fesztivál idejére a villanyrendőr megállóhelyet lezárják, ezért az itt közlekedő buszok a centrum felé terelt útvonalon közlekednek. Térképen mutatjuk, a Hősök tere, a villanyrendőr és a Népkert között közlekedő buszok útvonala változik. A Hősök terén idéglenes megállóhelyet alakítanak ki, onnan a centrum, majd a Vörösmarty utca felé kerülnek a járatok. A változás az autósokat is érinti. A Korvin utcán egy forgalmi sávot részlegesen lezárnak, hogy a buszok be tudjanak fordulni a Színva Park megállóhelyre. A közlekedési vállalat a bulizókra is gondolt. A rendezvények végén, pénteken és szombaton tovább fognak közlekedni a megszokottnál a villamosjáratok, autóbuszjáratok, tehát rásegítünk annak érdekében, hogy a későn véget érő rendezvényekről haza lehessen jutni. A Kocsonya Fesztivál idején érvényes forgalmi rendről az MVK ZRT oldalán tájékozódhatnak az utasok.